Már pénteken kimentek a temetőbe Biller Sándor László néjék, hogy rendbe tegyék a hozzátartozóik nyughelyeit. Letisztázzuk a sírokat, és akkor, hogy amikor jövünk, ne akkor kelljen takarítani, akkor tényleg az ember azért jön ide, hogy kicsit emlékezzen és ne takarítson. A következő napokban több százezeren keresik majd fel Tolna megye temetőit, hogy mécseseket, gyertyákat, virágokat és koszorúkat helyezzenek a sírokra. A létesítmények üzemeltetői már hetekkel ezelőtt elkezdtek készülni a tömegek fogadására. Mostanra mindenhol összesöpörték a leveleket és lemetszették az utak fölé lógó ágakat. De hétfőn és kedden is sok dolguk lesz még a szakembereknek, például folyamatosan ürítik a kegyhelyek szeméttárolóit és hosszított nyitvatartással készülnek. 7-éig nyári nyitvatartás szerint vannak nyitva a temetőink, ez azt jelenti itt Szekszárdon, hogy reggel 6-tól este 8-ig nyitva vagyunk. Viszont 30-án, 31-én és 1-én a főkaput nyitva fogjuk hagyni éjszakára is az eddigi gyakorlatnak megfelelően. Hasonlóan járnak el a legtöbb tolnamegyei településen, sok helyen minden szentek és halottak napja éjszakáján sem zárják be a temetőket, így azok, akik a vírus miatt nem akarnak tömegben a szeretteik sírjához kimenni, megtehetik ezt akár kisebb csoportokban, vagy egyedül is. Tamásiban az önkormányzat kezeli a sírkertet. A város temetőjét este 9 óráig kereshetik fel a hozzátartozók. Folyamatosan várjuk a látogatók, családtagok, rokonok érkezését. Folyamatosan gondoskodunk a szeméttárolók ürítéséről, gerebjézzük a faleveleket. A kormány döntése nyomán a sírkertekben nem lesznek érvényben a koronavírussal összefüggésben hozott szigorítások.